A helyi hitközség már 11. alkalommal rendezett zsidó fesztivált városunkban. Az egésznapos program kavalkádból nem hiányozhatott a képzőművészeti tárlat, az aktuális témákat feldolgozó előadás, a gasztronómia és a zene sem. A nap egyik leginkább várt eseménye egy énekes trió fellépése volt a zsinagógában. A városunkban jól ismert operaénekes Ráb Gábor érezhette leginkább otthon magát a Halasi hitközségben. Gábor az elmúlt időszakot külföldön töltötte, így visszajönni neki is különleges élmény volt. Ez már úgy mondhatni, hogy hagyomány nálam, hogy a zsidónyári fesztiválon énekelek. Utoljára, ha jól emlékszem, 3 éve énekeltünk. Ezzel a csapattal most fogok először színpadra állni. Szilvivel már azt hiszem 6 éve vagy 7 éve énekeltünk a fesztiválon, Timivel most először, és felkérést kaptunk, és nagyon örültem, hogy most éppen itt vagyok Magyarországon, és el tudom vállalni. Jelen pillanatban Angliából jöttem, ott voltam 2 hónapot, azelőtt pedig Izraelben folytattam tanulmányokat, és befejeztem a tanulmányokat, és idén Budapesten fogok, idéntől Budapestre fogok költözni, úgy néz ki. Azt kell tudni az éneklés, hogy soha nem áll meg az ember a tanulásban, mindig fejlődik, mindig gyakorol, mindig van újat tanulnia, és olyan szerencsés voltam, ugye, hogy több országban is tudtam tanulni, és minden helyről más dolgokat sikerült elsajátítanom stílusban, technikában, repertoárban. Gazdag Témia szívesen énekelne máskor is jelenlegi partnereivel. Először kitaláltuk a témát, a koncert témáját, és ez alapján válogattunk különböző nekünk tetsző és ideillő számokat. Te mit hoztál ide, mit hoztál Kiskunhalas a repertoárodból? Én Handel Józsua oratóriumából fogok énekelni egy áriát, és Mendelssohntól egy pár dalt. Hogyan választottad ki pont ezeket? Handel az régóta kedvenc zeneszerzőm, úgyhogy és nagyon, nagyon jó hangulatú kis ária, szerintem egy nagyon kellemes nyitószám, ilyen kis táncos. Nagy Szilvia már több egyszer énekelt együtt Ráb Gáborral, most a zsinagóga különleges hangulatához választott dalműveket. Ha oratórium, akkor szintén Handel, úgyhogy az Eszter című oratóriumából hoztam egy dalt, és Mendelssohntól az Éliás című oratóriumból szintén meghallgathat a közönség egy művet, és Mahler, aki zsidó származású zeneszerző, írta a Fiúcsuda Kürtje című ciklusát, dalciklusát, és ebből hoztam a Werhadis Lilleinerdacht című nagyon aranyos kis dalt, remélem a közönségnek is tetszeni fog. Továbbá musicaleket is fogunk énekelni, és ezzel a könnyű zenében is átvezetjük egy kicsit a műsort. Thank you.